mocskos Trump a kurva anyádat, meg a CIA-nak, azt korlátozzátok meg, cenzúrázzátok, az anyátok picsáját, bazd meg. Szép jó napot mindenkinek! Vince Krisztián úr, villamosmérnök, a Póka László által vezetett Nem adom a házamat mozgalomnak az aktivistája, a Hír Arena online újságírója, politikai üldözött, az Egyesült Államok által jelentősen cenzúrázott és betiltott, és szintén az Egyesült Államok által jelentősen cenzúrázott és betiltott Trump óta, meg van őrülve azóta az Egyesült Államok demokrácia színvonala hanyatlik, meredeken. Molnár Felpel vagyok, a Hírátő Multimédia alapító főszerkesztője, Hír Arena online főszerkesztője. Póka László, a Nem adom a házamat mozgalomnak a vezetője, egyik akciójáról fogunk most beszélni, mutatjuk is a képet, amit itt szépen kiplakátoltak, ugye Póka László a filmfelvételen elmondja, hogy ha már van soros terv, akkor beszéljünk a soros tervről, ugye mondja Orbán Viktor, nemzeti konzultáció, és ugye Póka László kifogásolta, hogy mindezt közpénzen csinálja, hiszen van soros terv, de hát van az az igazság, hogy Csányi terv is, ugye amiről tegyük hozzá, hogy ugye a lakosság eladósítása a cél, és a Nem adom a házamat mozgalom is ugye ezzel foglalkozik, a devizahitelekkel, a bankoknak a bűnözésével, a bankármafiával, a világ leggazdagabb 1%-ának magyarságot és az egész emberiséget kilakoltató söpredék fasizmusával. Tehát van Csányi terv, az pedig az, hogy tönkre kell tenni a magyar népet, ki kell zsákmányolni, unokák unokáig eladósítani. Ugye a sevizás terv, és ugye Orbán ne hagyjuk szó nélkül, mondja ezt Orbán Viktorra, és hát beszéljünk akkor a fideszes lopásokról is, amiknek ára pedig csak az Európai Uniós pénzek ellopása az évente olyan 1500 milliárd forint. Magyar közpénz, ugye, amiből például a hajléktalanságot egy évi Európai Uniós ellopásból 10-szer, olyan 40-szer lehet felszámolni, minimum 30 évre teljesen, és ugye erről mindig érdemes elmondani, egyszer elmondjuk nem elég, ha 100-szor sem, hogy de igen, van olyan, hogy nincsenek hajléktalanok, és az nem kerül pénzbe, nem kerül se fillérekbe, ahogy most is elmondtam, mondjuk a éves Európai Uniós ellopott pénzeknek a 1/40-e, és ahogyan látjuk a szocialista országok és kommunista országok jelentős részén, hogy nincsen hajléktalanság, ugyanis az fillérekbe kerül mondjuk el, tehát az az imperialista bankári szarházi duma, hogy az nagyon sokba kerül, nehéz megtermelni, meg nem is érdemlik meg, adjátok nekünk a pénzt, mert mi vagyunk, nekünk van a legtöbb a világon, és akkor ezáltal a hülye népet ilyen hülyére lehet venni a hülye népet, de csak a hülye népet lehet ennyire hülyére venni, és akkor a saját jogai ellen harcol, és megsemmisíti a saját jogait, és átadja a nemzeti vagyont, és honfitársait megillető minimumot is átadja a világ leggazdagabb 1% szarházi zsebébe, mocskos Trump a kurva anyádat, meg a CIA-nak, azt korlátozzátok meg, cenzúrázzátok, az anyátok picsáját, bazd meg. És pontosítsunk egy kicsit, ugye a hajléktalanság és a hajléktalan lét felszámolása ugyanezeknek az embereknek a fogyasztókénti megjelenése lenne a piacon, miáltal a vállalkozások, minden egyes magyar vállalkozás bevételre tehetne szert. Hogyha ezek a vállalkozások bevételre tesznek szert, akkor tudnak fejlődni, fejleszteni, munkaerőre van szükségük, akit uram, bocsá, rendesen meg tudnának fizetni. Ugye ez a rendesen megfizetett munkaerő hiánya, ez az egész gazdaság jelenlegi rákfenéje, ez állítja elő a munkaerő hiányt, mert a magyar ember ahhoz, hogy megéljen rendesen, kénytelen külföldre menekülni, dolgozni. Igen, mert itt próbálnak, Európa közepén próbálnak Ázsiát csinálni, mert Ázsiába megy, az, hogy aztán le lehet csökkenteni a béreket a napi $2 meg egyebek, de itt nem megy, mert mellettünk már nem Ázsia van, hanem Európa. Igen, tehát közel van a rendesen munkaerőt rendesen megfizető nyugat. Tehát, hogy ment volna ez az Orbán terv, mert beszéljünk az Orbán tervről, nemzeti konzultáció, beszéljünk az Orbán tervről, és ne hagyjuk szó nélkül. Tehát ment volna ez, amit Orbán Viktor meghirdetett a nagykövetek összehívásakor is filmfelvételre, mert annyira hülyének nézte a magyar lakosságot, mint amennyire hülye. Tehát, hogy az óruk előtt lehet filmfelvételben mondani, hogy majd nézzék csak meg, hogy mit fogok én művelni itt a lakosságnak a jogaival és a munkavállalók jogaival. A imperialista nagytőkés burzsúj leggazdagabb rétegnek a további vagyongyarapítására, és meg is csinálta, de ugye azzal nem számolt, hogy persze el lehet venni egy hülye néptől, amelyik passzív, meg impotens, attól el lehet venni a jogait, de
csak egy pontig, mert utána ki fog ürülni az ország, mert ez itt, ahogy mondtam, nem Ázsia, hanem mellettünk közvetlenül Európa van, mi is az Európai Unió részei vagyunk, és így a magyar munkavállaló foghatja magát, az kimegy külföldre, többször akkora fizetésért, gazdag embernek, úgyhogy vannak jogai, és onnantól mehet táppénzre, van szabadsága, rendes nyugdíj kecsegteti, tehát hogy minden, ami nem Orbáni, tehát nem ázsiai lelakott. Hát, de még Ázsiában is több joguk van manapság a népeknek, egy-két egész extrém helyet leszámítva. Tehát, hogyha nem fizetik meg rendesen a dolgozót, annak ugye az az eredménye, hogy az egész gazdaság romba dől, és egyesek kiskirálykodását segíti elő, akik azt a keveset is maguknak megszerzik. Na ez az, amit nem szabad hagyni. Ez az, amiért ki kéne állnotok magatokért. Tehát... Nyomorultak. Barmok. Szedjétek már össze magatokat, azt menjetek már. Tehát megint... Valami aktivizmus, vagy valami. Megint, amit mondani szoktam, a társadalom felelősségvállalása. Anélkül nem megy. És egy ilyen apróságon, hogy a társadalom felelősségvállalása, ezen az egy apróságon múlna, nem olyan bonyolult dolog, az, hogy jobban éljünk. Így van. Tehát amit mondanak azok, akik azt mondják, hogy hát aki kölcsönt vett fel, az meg is érdemli, te meg megérdemled, amit már a pénzügyi szakemberek mondtak a devizahitelezés kezdete után, hogy ez a spirál, amit megy a lakosság eladósítására, ez az egész nemzet gazdaságra rendkívül hátrányos lesz, meg fogja terhelni, és le fogja nyomni az életszínvonalat az egész nemzetgazdaságnak. Tehát társadalmi felelősségvállalás, te mutogatsz arra, miért vettek föl pénzt, miért hagyták magukat csődbe, meg is érdemlik, te meg megérdemled, meg a te gyerekeid, meg az unokáid, meg a hülye ükunokáid, ükunokái is. Azért, hogy mindannyian rosszabbul éltek, mert te meg miért nem védekeztél, ha ennyire nagy eszed van, bazd meg. Nekem sosem volt devizahitelem, én nyugodtan mondhatom ezt is nagypofával, és szociális beállító vagyok, kiállok a politikai üldözött tömegek, milliók ellen, mellett, akiket a YouTube, a INC, amely a világsajtó szerint is az amerikai kormány és a CIA, többek között a CIA irányítása alatt áll, és azt szerint üldözés, cenzúrázza és tiltja be az anyagokat. Tehát ezekkel a szociopata állatokkal szemben kiállok az üldözöttek, az elesettek és a szegények mellett, mert én jó ember vagyok, te meg rossz. De jó, hogy mondtad ezt a spirált. Ugye, máshol mire használatos ez a spirál? Fogamzásgátlásra, születésszabályozásra. Tehát ez a spirál ugyanerről szól. Születésszabályozásról, fogamzásgátlásról, előidézi a meg nem született gyerekek hatalmas tömegét, ugye mindegyikük csak elméletben létezik. Úgyhogy látjuk, hogy a spirál hova vezet. Igen, kvantumfizika még akár máshol létezhet is. Akiket nem akartak megszületni hagyni, ugye Magyarországon is hány 10 millió, nem 20 millió, talán 10 millió az 50-es évek óta, hány gyereket tettek el abból a magyarok? Sokat. Szimplán sokat, egy is sok. Igen, hát ugye az meg kinek a terve volt, hogy így elfogjanak a magyarok, meg ugye az Orbán terv, azt tudjuk, hogy az Orbán terv az konkrétan az, hogy lerombolni a családokat és elűzni a magyarokat Magyarországra, ez azt hiszem, ez mellékhatás volt az elűzni. Az, hogy tönkretenni az volt, ami nyilvánosan megvallott Orbán Viktor a világ országainak nagyköveti találkozóján, ezt nyíltan megvallott, a tapsol is neki az a sok marha, aki meg is érdemli. Ugye a következmények a hülye gyerekei is. Azt el kell adósítani, aki azt mondja, hogy megérdemlik, akik kölcsönt vettek fel, azok meg megérdemlik, hogy lehúzták őket. A világ leggazdagabb patkány rétege. Megérdemled, hogy a hülye gyerekeid, meg a hülye unokáid, unokái is a világ leggazdagabb 1%-ának fogják fizetni a jattot. In eternum amen, örökkön, örökké, ne is székoli, de is székoli. De azért van erre megoldás. Vegyétek észre, hogy a megoldás a ti kezetekben van. Hogyha nem éltek vele, akkor spirál, akkor fogamzásgátlás, akkor balhé. Tehát ez a következménye. És ugye lássuk be, jön neki törökké a soros tervvel, és marhára lapítanak a párhuzamos tervekről ezzel kapcsolatban, mert közben kihagyaltak ördögibbnél ördögibb párhuzamos terveket. És akkor mutassuk meg még egyszer ezt a dolgot, és akkor beszéljünk a Molnár tervről, Molnár F. Árpád tervről is, hogy például, ajánlom ismét, ugye ajánljuk Vietnám példáját, ahol 51 bankárt 69 millió dollár
ellopásával vádolnak, és ugye sok bankát az, hogy nem tartották be a banki törvényeket. Tehát ilyen hétköznapi magyar dolog, mint Matolcsi ellopott 250 millió forintot, és Polt Péter legfőbb ügyész, Orbán Viktor olajbűnöző, olajszökítő legfőbb ügyész keresztapája, ugye vastapsol hozzá, és megállapítja, hogy minden nagyszerű, hiszen itt a közpénz elvesz, a te hülye gyerekeit közpénz elveszítette közpénz jellegét, és ezért fogsz te ráfizetni. Ugye az az egy lopás is, ugye beszéltünk arról, olyan sok pénz, amit Matolcsi a Magyar Nemzeti Bankból, amivel a devizásokat kellett volna, a devizások pénzét ellopta, az ugye olyan sok pénz, hogy valami 40-szer lehet felszámolni belőle a hajléktalanságot végleg, vagy 30-szor, mert teljesen mindegy. De Vietnám az egy jó példa, és át kéne venni a jó dolgokat Vietnámból, a vietnámi szocialista köztársaság kommunista pártja vezeti, amely 51 bankát 69 millió dollár ellopása miatt bíróság elé állított, és börtön és halálbüntetés fenyeget 51 bankárt. Tehát elég riasztó adat a Picsányinak, meg a CIA-nak, meg a Donald Trumpnak, meg a hülye YouTube-os haverjainak, akiket irányít, mint az idiótákat, meg azoknak, akik tiltakoznak, hogy ezeket el kell hallgatni, be kell tiltani, cenzúrázni kell, nehogy megtudja valaki. Nehogy megtudja valaki idióta. Ez nem zavar egyébként Magyarországon milyen demokrácia. A baloldal meg a jobboldal videó megosztóin is zavartalanul szerepel. Az Egyesült Államok meg beleugat, meg belepofázik. Azt mondja, hogy nem, mert ezt be kell tiltani. Hol? Magyarországon, te paraszt. Magyarországon nem tudtad, hogy nem tiltják be, te idióta barom. Te magyar nép ellensége. Hány civil szervezetben van jelentős befolyásom? Én vagyok a magyar történelem egyik leghíresebb otthonvédője. És te kategorizálod, hogy a magyar nép és a magyar otthonvédők az ellenségei, az Egyesült Államok ellenséges a magyarországi otthonvédőkkel, a magyar kilakoltatókkal, a magyar szegényekkel. Ez miféle befektetés? Ez 100 év múlva is, bazd meg. Ennek a kamata is, kamatos kamatait fogjátok fizetni. Mit képzel, CIA és féreg? Csicska gyerek. Igen, tehát óvatosan. Beszéljünk a Molnár tervről, mint a Nürnbergi halálpereknél, visszamenőleges hatályú törvénykezést szorgalmazok, most is, meg a jövő generáció politikusai számára is, visszamenőleges hatályú törvényeket is, ahogyan a Nürnbergi halálpereknél kivégeztük az ilyen amerikai CIA és bankár burzsúj patkányokat, ugyanígy, azok, akik a deviza eladósításban benne voltak, visszamenőleges hatályú törvényekkel, és példás vietnámi módon börtön és halálbüntetés árnyékában mindet tömegesen. Tömeges bankár, tömegek a bíróságon. Tömegek! Orbán Viktor, Polt Péter és családjának tömegei. Mint Vietnám. Akik szervesen részt vettek ebbe a rengeteg aljasságba, mi több a haszonélvezői az egész. És provokáljatok csak. Köszönjük a figyelmet. Isten áldjon minden arra méltónak teremtettet a Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Faszák vagyunk 14 perc. Produktívak voltunk.